Ismét mindenkit köszöntünk nagy szeretettel. Ez itt a Kristálytiszta Elektronika 24. tananyag részének, azaz a vezérlés és szabályozás tananyag részének a harmadik videója. Összegyűjtjük a vezérlés és a szabályozás előnyeit és hátrányait, majd elkezdjük a szám szabályozással kapcsolatos kis projektünket. Társam Gyurica Zalán, én pedig Zelei Ambrus vagyok, köszöntök én is mindenkit sok szeretettel. A mai izgalmas projektben mikrokontrollert és UART kommunikációs átalakítót fogunk használni. De mielőtt neki gyorsan foglaljuk össze, hogy miben különbözik a vezérlés és a szabályozás. A vezérlés és a szabályozás fogalmának ismeretében jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy az eddig megvalósított mikrovezérlős projektjeink melyik csoportba tartoznak, tehát a korábbiak, amik a kristálytiszta elektronikában előfordultak, Irányzás technikai szempontból ezek egytől egyik vezérlési feladatok voltak. Többféle szenzort használtunk, mint például az LDR, vagyis fényérzékeny ellenállás, illetve a hőmérséklet érzékelésére használatos NTC ellenállás, ez lesz most is beépítve. Használtunk beavatkozó perifériákat is, mint például a piezo aktuátor vagy a ventilátor. Fontos azonban, hogy ezek eddig csak külön-külön voltak használva, tehát eddig még nem építettünk olyan zárt kört, amelyben szenzor és beavatkozó egyazon ö, időben ö, szerepelt volna. De ha az irányítási folyamat alapjelét egy szenzorról vesszük, és ezt a jelet felhasználjuk arra, hogy egy perifériát működtessünk, még nem biztos, hogy szabályozásról van szó. Pontosan. Például, ha van egy hőmérséklet szenzorunk mondjuk, aminek a mért jele alapján irányítjuk egy külső térből, hideg levegőt fújó ventilátor fordulatszámát, még nem biztos, hogy szabályozásról van szó. Például, hogyha egy szobában egy irányító berendezés egy ventilátort képes bekapcsolni a konyha egy adott hőmérséklete fölött, akkor ez egy vezérlési folyamat abban az esetben, hogyha a kettő légtér között nincsen átjárás, a két légtér egymástól független, pontosabban nem képesek egymással hőt cserélni, tehát a szoba és a konyha. Azonban, hogyha a ventilátor a másik helységből hidegebb levegőt képes áramoltatni, akkor már szabályozásról van szó, hiszen a kör bezárul. Tehát csak akkor beszélhetünk szabályozásról, hogyha zárt a hurok. Tehát a beavatkozásnak hatása van az érzéket mennyiségre. A példában a ventilátornak a konyha hőmérsékletére is hatással kell lennie, ha ott van elhelyezve a hőmérséklet szenzor. Pontosan. És van egy másik érdekes példánk is, a tekerő gombos fényerő szabályozó, amelynek a neve a köznyelvben sajnos helytelenül terjedt el, hiszen tudjuk, hogy általában nincsen semmiféle fényérzékelő elhelyezve a lámpának a közelében, amivel visszamérhetni az eszköz a megvilágítás intenzitását. Az irányítási hatáslánc tehát így nyílt, és nem egy zárt hurok, így valójában ez egy vezérlési, és nem pedig szabályozási folyamat. Ha lenne fényérzékelő, akkor persze már ez szabályozás lenne, most viszont így valójában ezt úgy kellene hívnunk, hogy fényező vezérlő. Most úgy érzem, hogy fel vagyunk vértezve a szükséges elméleti tudással, úgyhogy lássunk is neki egy valódi eszköz elkészítésének. Nagyon izgalmas lesz. A mostani példaprojekt a korábbi feladatok nagy részéhez hasonlóan egy vezérlős feladat lesz. Azonban most egy UART-on keresztül, azaz univerzális aszinkron adónvevő keresztül konfigurálható vezérlést fogunk megvalósítani lesz egy ventilátor, amit a hőmérséklettől függően szeretnénk ki vagy bekapcsolni. A mikrovezérlő analóg digitális átalakítójának, röviden ADC perifériájának a segítségével egy hőmérséklet függő úgynevezett NTC ellenálláson eső feszültséget fogunk mérni. Ehhez készítünk egy feszültségosztót, tehát szerepel benne másik ellenállás is. Ennek a feszültségeiből az NTC ellenállását, majd abból a hőmérsékletet fogjuk tudni kiszámolni a programunkban. Soros porton fogadjuk majd, hogy milyen hőmérséklet érték felett kell bekapcsolni a ventilátort. A hardware elkészítéséhez megépítjük az ábrán látható kapcsolást. A PA1 lábon lesz a feszültségosztó a hőmérséklet függő ellenállással, a ventilátort pedig a PD7 lábra kötve látjátok egy N-csatornás, növekményes MOSFET társaságában, amiről a hetes számú kapcsolóeszközök című tananyagban hallottatok már. A mikrovezélőre töltött firmwarehez pedig nyissuk meg a honlapon található k 241 konfigurálható vezérlés nevű projektet. A korábbi tananyag részekben már megismerkedhettünk az összes szükséges perifériával, így ezek bemutatásának magyarázatát. Most kihagyjuk. Tehát most, hogy láttuk a kapcsolási rajzot, az kérlek mutasd meg, hogy a fizikai megvalósításon melyik alkatrész melyik így van, tehát itt van ugye a mikrokontroller, ehhez kapcsolódik ugye az NTC ellenállás, illetve ez a másik ellenállás, ez a két alkatrész együtt egy feszültségosztó talkot, és itt a mikrokontrollernek a másik lábára pedig kapcsolódik ez a MOSFET, ez kiegészíti egy ellenállás, és a mosfet pedig a ventilátor csatlakoztathattuk. Miután a szokásos módon megnyitottuk a fejlesztő környezetet, és benne a projektünket, nézzünk bele a programkódba. A fontos dolgok a while 1 végtelen ciklusban vannak. Az AD konverzió és az UART fogadás megvalósítása interruptokkal történik. Ezekben csak az értékek mentése történik, hogy minél kevesebb időt töltsön a processzor a megszakítás végrehajtásával. A számítások és a kiértékelés a végtelen ciklusban történik egy meghatározott időzítéssel, jelen esetben másodpercenként. Az első lépésben az AD konverzió értékét alakítjuk át feszültségé. Az ADC value érték 8 biten tárolja a 0 és 5 volt közötti feszültségértéket. Ez azt jelenti, hogy az UNTC egyenlő, az ADC value nevű változó osztva 256-tal szorozva az 5 volt maximális értékkel. ez a képlet határozza meg a mért feszültséget. Ha ezt írjuk bele a programunkba, akkor viszont szomorúan fogjuk tapasztalni, hogy mindig nulla volt lesz az UNDC értéke. Ennek pedig az az oka, hogy az ADC jó egy 0 és 255 közötti szám. Ezt elosztva 256-tal a processzor nullát fog végeredményül adni, mivel egész számok osztásánál mindig csak az egész részt adja vissza a processzor. Továbbá, ha voltban akarjuk kifejezni a mért feszültséget, akkor tört számok használatára lenne szükség. Ezt az ott meg a 16A csak korlátozattal támogatja, emiatt érdemes más kitalálnunk. Számoljuk ki a mért feszültséget millivoltban. A képlet így végül az alábbiak szerint fog kinézni. Az UNTC feszültség egyenlő az ADC value szorozva 5000-rel, osztva 256-tal és így millivoltot kapunk. Itt viszont arra is figyelnünk kell, hogy egy 0 és 255 közötti szám és az 5000-nek a szorzata az 0 és 1.275.000 között van, amelyet 32 bites változóban tudunk csak tárolni, így a műveletet is 32 bites számokban kell elvégeznünk. Az 5000 és a 256 számokat pedig érdemes betenni egy állandó értékű változóba. Tehát az történt, hogy az NTC ellenállás értékét, ami hőmérséklet függő, átalakítottuk egy számmal, ami az ADC-vel jött a kódban és ebből még feszültséget kellett számolnunk. A feszültség pedig ugyebár arra kell, hogy következtetni tudjunk a hőmérsékletre. Ehhez ismerni kell az NTC ellenállás feszültség hőmérséklet karakterisztikáját. Egy korábbi tananyagban már megvizsgáltuk, hogy néz ki az adott kapcsolásban az NTC-n mért feszültség a hőmérséklet függvényében. Ezt itt az ábrán láthatjátok. Láthatjuk, hogy a kék görbe mínusz 10 és plusz 40 Celsius fok között egész egyenesnek mondható. Erre célszerű egy egyenest illesztenünk, amely segítségével a millivoltban mért feszültséget át tudjuk számolni Celsius fokban mért hőmérsékletté. A legoptimálisabb egyenes illesztése, bonyolult matematikai folyamat, így higgyétek el nekünk, hogy az alábbi egyenletet kapjuk. A T hőmérséklet egyenlő mínusz 0,072 szorozva az UNTC érték plusz 60,25 Celsius fok, a mínusz 0,072 az az egyenes meredekségére utal, a 60,25 Celsius fok érték pedig egy függőleges irányú eltolásra utal. A korábbi megfontolások miatt a megvalósított egyenlet a következő T egyenlő mínusz 172 szorozva OMTC plusz 602530 és ezt az egész zárójeles mennyiséget elosztjuk 10.000-rel, 10 így Celsius fokban megkapjuk az ő mérsékletet. Ennek függvényében pedig el kell döntenünk, hogy akkor járjon rá a ventilátor, igaz? Pontosan. Menjünk is bele az IF struktúrába, programkódunkba. Az UART-on beolvasott határértéket összehasonlítjuk a fentebb kiszámolt hőmérséklettel, és ez alapján állítjuk a ventilátort vezérlő PVM kitöltési tényezőt. Alap esetben csak 0%-ot vagy 100%-ot fogunk beállítani, tehát vagy ki, vagy bekapcsoljuk. A program végén kiírjuk a mért és számolt értékeket a kódban limitnek nevezett határértékkel együtt, így könnyebb ellenőrizni a program helyes működését. Programozzátok fel a mikrovezérlőt, csatlakoztassátok az USB-n keresztül a számítógépetekhez, és indítsátok el az UART tananyag részben használt HTM programot, használjatok 4800-as bound rate és 8 bites adathoz, egy stop paritás nélkül. Ezt a beállítást az ábrán láthatjuk. Ezután a csatlakoztatás, azaz Connect gomb megnyomása után látni fogjuk, hogy egymás alatt sorakoznak az egymás utáni időpillanatokban mért NTC feszültség értékek, az ebből számolt hőmérsékletek és az aktuálisan beállított határérték. És akkor már csak az hiányzik, hogy ennek a határértéknek a beállítását megmutassuk. Ahhoz, hogy a határértéket, vagyis a limit nevű változót változtatni tudjátok, állítsátok át az input control típusát eszkiről decimálisra. Írjatok be egy tetszőleges számot 0 és 255 között, például 27, majd entert ütve elküldhetitek a mikrovezérlőnek. Ez a szám jelenti Celsius fokban a megadott határértéket. Ekkor láthatjátok, hogy a másodpercenként küldött üzenetben megváltozott a limit értéke az általatok beírt számra. Ha a kezetek melegével felmelegítitek az NTC ellenállást, akkor láthatjátok, hogy csökken a rajta eső feszültség, illetve ezzel egyidejűleg nő a mért hőmérséklet. Amint ez átlépi a határértéket, bekapcsol a ventilátor, illetve kikapcsol, amikor elengeditek a hőmérőt és elkezd visszahőni szobahőmérsékletre. Ezzel megvalósítottuk a ventilátor hőmérséklet függő és konfigurálható vezérlését. És akkor most pontosan miért is nem szabályzásunk és miért vezérlésünk van? Azt uh, elmondanád? Uh, tulajdonképpen azért, mert a ventilátor nem hűti az NTC ellenállást, vagy hát annak a környezetét. Amint megoldanánk, hogy a ventilátor valóban hűvös levegőt fújjon az ellenállásra, akkor az irányítási kör bezárulna, tehát closed loop, zárt hurok alapulna, alakulna ki, és innentől kezdve szabályozásról beszélhetnénk. Így van. Tehát, hogyha ez a ventilátor most így erre nézne, akkor most szabályzásunk lenne, ha jól értem. Igen, és hát garantálnod kellene, hogy tényleg hideg levegőt fújjon rá, ami itt nem feltétlenül van biztosítva. Így jó. Nos, hát nagyon jól összeállt az eszközünk. Ha van kedvetek és energiátok, akkor próbáljatok megírni néhány kiegészítést. Ezt mondhatjuk úgy, hogy ez a házi feladatotok. Az egyik kiegészítési lehetőség, hogy a ventilátor kitöltési tényezője a beállított határérték és az annál 10 C fokkal nagyobb érték között folyamatosan változzon. Továbbá az Uarton két értéket fogadjon a mikrovezérlő, és ezek között fokozatosan állítsa a kitöltési tényezőt. Most azonban megköszönjük a figyelmet, reméljük, hogy sikerült a kristálytiszta elektronika videói alapján elsajátítani a 24-es témakör tananyagát, ami a vezérléssel és a szabályozással volt kapcsolatos. Zalánnak megköszönöm a segítségét, sziasztok, jó tanulást kívánok! Én is köszönöm, Ambrus! Ne felejtjétek, hogy a videó leírásában megtaláljátok az összes fontos, ide kapcsolódó linket. Ez volt a Kristály Tiszta Elektronika 1 tananyagrészek utolsó videója. Előadótársaim és a teljes tábunk nevében szeretnénk megköszönni, hogy végigkísértetek minket figyelmetekkel, Reméljük, hogy velünk együtt sikerült megvalósítanatok a gyakorlatban is a tanultakat. Arra biztatunk mindenkit, hogy ne féljetek implementálni saját ötleteiteket is, új és egyedi hardverek és szoftverek formájában. Javasoljuk azoknak, akiket magukkal ragadott ez a világ, hogy forgassák a Kristálytiszta Elektronika 2 című tananyagokat is, amikben már egy kifejezetten modern, 32 bites ARM mikrovezérlőt használva mutatjuk be a beágyazott elektronikai programozásban rejlő magasabb szintű lehetőségeket. A teljes tár nevében búcsúzunk, találkozunk újra a kristálytiszt Elektronika 2-ből. Sziasztok. Sziasztok!